király. Igen, egy kicsit. Ugyanúgy csak tolt fel. De aztán toljad neki rendesen, nem milyen csajtempót. Nem csajtempót, csak az baj, hogy ugye sznikkel megyek, nem annyira tapad, mint amennyire kéne. Meg vagy? Úgy meg ezeket. Ezt egy kicsit. Aztán így. Felszállva a pályaut, kurván nem jó. Ha nincs felszállva,
tartja. Igen. Ez egy hátsó kerekes nem lehet megcsinálni. Hát nem. Ugye ez azért az elejét is fogja ebből a szempontból. Ugye sokkal ebből a szempontból az elejét is fogja. Ugye elég nagy dőlésekkel megyek ahhoz, ugye, hogyha meleg a gumia, ez most még most kezd üzemmeleg lenni. Tehát amikor már kézmelegnél forró, akkor üzemmeleg. Ilyen langyos körön lehetek kicsivel. Tehát hogy már meleg, de még nem az igazi. Ugye akkor elvileg az amiatt jó megfagyabb a még gyorsabb, kevesebbet csúszol le az ívről. Ugye utána végtában meg szintén kurva jó, mert ugye mélyebbre tud fékezni. Tehát később kell fékezned, ahhoz, hogy ő ugyanazra ponton megálljál. És ez a blokk ezt bírja? Micsoda? A blokk ezt bírja? Figyelj, most ez nincs, egy átlag ez 242 lóerő, most elvileg ilyen 280, tehát elvileg most kovácsolt motor belső van benne, ami azt jelenti, hogy 500 lóerőig jónak kell lennie, lehet, hogy majd ilyen 400-ra lehet, hogy felhúzunk majd, ez most nem biztos még, de elvileg ez a terv. Még egy kicsit bírna kanyarból kifelé, ezt értem. Igen. De egyébként az úttartása, az jó, persze. Az rettenetesen jó, meg szerintem a gumiaid is jó. Igen. Most már kezd rendesen tapadni, úgyhogy. Faszom. Nagyon jó a vész, meg tetszik a tempót. Hát ugye pici, annyira lehet gyorsabban menni egy kicsit, ugye mondom, hogy nagyobb tapadás, de még jobban a kanyar sebességek. Tulajdonképpen ennyi. Ez a titka az egésznek, ugye, mert oké, kell lóerő, de a kanyarban meg ugye féktávon kell kurva gyorsnak menni. Csináltam pár képet, vagy csinálunk egy-két közelít is, hogyha szeretnéd. Így, ugye? Aha, kikapcsolod a izét is, kamerát is létszik.